A város energiafogyasztásának 71%-át teszi ki a közvilágítás. A jelen energiaárak mellett jelentős megtakarítás érhető el a korszerűsítéssel, hangzott el Nagel István bevezetőjében. Az alpolgármester elmondása szerint a költségek néhány év alatt megtérülnek. A beruházást azt alapvetően két fő lépcsőben tervezzük megvalósítani. Az első lépcső, amiben egyébként az első fázis, ahol most vagyunk, ez a tervezés fázisa, ahol gyakorlatilag koncepcionális tervet kell letenni az asztalra, milyen közvilágítást szeretne a város, milyen elvet mentén szeretné ezt megvalósítani. Ezzel kapcsolatosan az első körben az Urban Design Group megbízást kapott a várostól, hogy kidolgozza a város közvilágításának mestertervét, illetve elkészítse azt a közbeszerzési dokumentációt, ami alapján a tényleges megoldás kiválasztásra kerül, és a kiviteli tervek mentén maga a megvalósítás is elkészül. A közvilágítás mestertervét a május végi testületi ülésen fogja elfogadni a grémium a lakossági észrevételek figyelembevételével, tette hozzá az alpolgármester. A fejlesztés tervezésére kiírt beszerzési eljárást követően a város szerződést kötött az Urban Design Group Kft.-vel, melynek képviselője az este folyamán összefoglalta a város közvilágítási hálózatának energiahatékonysági szempontú fejlesztéséről szóló tudnivalókat. Legtöbbször már maguk ezek a kataszterek, tehát hogy a különböző szolgáltatóknak az adatbázisaikban sem állnak rendelkezésre. Tehát nem tudják, hogy egy adott településen milyen világítóberendezéseik vannak, milyen oszlopaik vannak, vagy van róla régebbi adatbázisuk, amit úgy helyel közel, amikor hozzányúlnak a hálózathoz, akkor kicsit frissítenek, de a kiinduló alap az az, hogy ezeket az adatbázisokat egyszerűen fel kell dolgoznunk. És akkor erre kollégáimmal egy ilyen ezt a problémakört látva, hogy mindig, amikor elkezdünk tervezni, akkor egyszerűen azzal szembesülünk, hogy nem tudjuk, hogy mit tervezünk, mert hogy nem tudjuk, hogy mire tervezünk rá. Ezért mindenféleképpen a tervezési munkát egy felméréssel indítjuk. A gyalogátkelőhelyek és közintézmények környezete, vagyis a kiemelten fontos területek nagy hangsúlyt fognak kapni a tervezés folyamán, mindamellett, hogy a szakemberek figyelembe veszik a városképi ökológiai tényezőket is. Oda kell figyelni a fényszennyezési problémára. Egy nagyon jó természetközeli területben vagyunk, ez egy csendes lakóváros, ahol inkább az lenne a fontos, hogy az emberek nyugodtan tudjanak pihenni, közösséget tudjanak alakítani egyébként, tehát hogy nem arról van szó, hogy itt hatalmas nagy fényárba kellene az összes közterületnek úsznia, hanem hogy ténylegesen legyen ennek a struktúrája, hierarchiája, hogy melyik területen milyen megvilágítási szintek legyenek. Azokra a helyszínekre, amelyeken sok baleset történt az elmúlt évek során, külön figyelmet fordítanak, emelte ki Győri Benyámin. Ugye a baleset megelőzés szempontjából ezek a konfliktus területeknek a világítása szokott fölmerülni, mint külön világítás technikai feladat. Ott pedig erre egy nagyon jó szakemberekkel együtt dolgozva egy nagyon jó szabályzatot alakítottunk szerintünk ki, vagy hát átvette a szakma. Ennek megfelelően egy általunk szabványosnak elképzelt gyalogátkelőhelynél pontosan meg lehet határozni, hogy hova kerüljön maga a világítóberendezés, hogy milyen kontrasztot hozzon létre ugye az átmenő ember körül, annak érdekében, hogy a baleset megelőzhető legyen, és akkor ezt még különböző ilyen prizmalámpákkal, szemaforokkal szokták kiegészíteni, hogy ténylegesen a lehető legtöbb emberi életet meg tudjuk menteni. A fórumon a tervező tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy mivel jár ez a korszerűsítés. Az Omszkitó környékét, a Sédek környékét, az beerdősült területeket, a Dunapartot, Lupató környékét, azt mindenféleképpen ilyen természetközeli területbe soroljuk mi, világítás technikailag is, és amúgy is, és aztán van ez az Ófalú területe, ami ugye egyben nőtt már a város maggal, ahogy nő ez a város, ugye egyre besűrűsödik, egyre nagyobb központok alakulnak ki, és aztán van hatalmas nagy lakóterület, ahol pedig az önkormányzati törvény meghatározza, hogy a közvilágítást biztosítani kell ezeken a belterületeken,
Tehát ott is szabályozzuk azt, hogy akkor milyen megvilágítási szintek legyenek. Ahol még hiányos a közvilágítás, ott akkor legyen egy minta előtte, hogy akkor azt hogyan lehet tovább fejleszteni. A különböző városrészekben más-más színhőmérsékletet és megvilágítási szinteket állapítanak meg, osztotta meg a hallgatósággal a világítástechnikus. Nagyjából ez az éjszakai képe lesz majd a közvilágításnak. Tehát ezek a nagy utak 3000 Kelvin, az Ófalu területe és azok a területek, amik még a természetközeli zónában soroltunk, így a tervünk alapján ott ez a 2200 kelvines színhőmérséklet lesz, és a lakó területeken pedig ez a kettő közé állunk be 2700-al. Ugye azért nem 2200-at határozunk meg a lakóterületen, mert a fényhasznosítás ezeknek a berendezéseknek azért jobb, és energia megtakarítás nagy darab számról beszélünk, tehát hogy ténylegesen 60-70%-a a településnek az ilyen, ott az energia megtakarítás, ez a kompromisszumos megoldás, hogy el lehet érni. Az energia megtakarítás mellett természetesen a közbiztonság figyelembevételével a környezetvédelmi szempontok is fontos szerepet játszanak majd a tervek kialakításakor, összegezte a lakossági tájékoztató végén az alpolgármester, megköszönve a szakember bemutatóját.